A résztvevőket Balaidh Zoltán köszöntötte. A polgármester emlékeztetett, hogy a beruházásoknak köszönhetően az elmúlt időszakban sikerült megújítani a Gébárdi tó környékét. Egy jelentős több 10 millió forint értékű fejlesztést valósítottunk meg. A strand azt gondolom, hogy újra olyan formájában van, ami vonzó lehet a közönségnek, és így minden feltétel adott lett ahhoz, hogy az Zalaegerszegi Egyesület, amely eddig is szép eredményeket ért el, immáron második alkalommal, de sokkal magasabb szakmai színvonalon szervezze meg azt a sárkányhajó, illetve kajakkenu versenyt, amely országos kitekintésű, és amire rekordszámú 246 versenyző érkezett. Az Egyesület 6 éve működik az Zalavár megyei székhelyen. Az egyik alapítótag Balázs volt, aki most szervezőként vett részt a bajnokságon, Gergő pedig 2 éve csatlakozott a közösséghez. Azért választottam ezt a sportágat, mert még mikor régebben úsztam, akkor is vágyam volt, hogy végre kajakozhassak. Én amikor indult az Egyesület, már akkor elhatároztam, hogy én mindenképpen kajakozni szeretek. Nekem valahogy megtetszett ez a sport. Volt egyszer itt egy sportág népszerűsítő előtte nyáron, és kipróbáltam itt a kajakot, és én akkor eldöntöttem, hogy én kajakozni szeretnék. A bajnoki erőpróbára 24 egyesületből érkeztek gyermekek. Ez a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, a Csai Renáta Akadémia és a Kammerer Zoltán összevont akadémiáknak a kajakkenu versenye. Kajak és kenu szakákban fognak versenyezni a srácok, de ez egy összetettebb verseny a Kajakkenu Szövetségnek, 8 és 12 éves gyermekek részére van szervezve. Ügyességi feladatsorral indul és egy erőálló képességgel, amiben van húzózkodásmérés, egy technikai pálya, amit teljesítenek. A sporthétvégét 200 méteres sárkányhajó versennyel nyitották meg. Vasárnap a kajakkenusok szálltak vízre, akik 1,5 kilométer futás után azonnal hajóba ültek, és leevezték a 2000 méteres távot.